Hát nem fogják elhinni, de hogy egy másik reggeli személy lesz itt velünk, méghozzá Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Én nem tudom, hogy van-e neki zenekara, de ha van, azt ki fogjuk deríteni, azonban a csodálatos és hát fékezhetetlen nagyvelejű Lánci András újra megerősítette ezt az elméletet, miszerint a korrupció ennek a rendszernek az alapja, és hogy tulajdonképpen az egész e körül forog, úgyhogy ezzel indítjuk majd a beszélgetést, illetve hogy megint csak felteszem a kérdést, most akkor lopjunk mi is, vagy továbbra is álljunk ellen, már aki eddig ellenállt a korrupciónak. Szóval Lánci András ismét elmondta, hogy mi, amit korrupciónak hívunk, az tulajdonképpen a nemzet érdekének szem előtt tartása, de tényleg ezt imádom. Nem, ez annyira fel tudom húzni magam, hogy inkább átadom a szót Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának, addig megnyugszom, amíg kommentálja ezt a kijelentést. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Szóval azért ez erős azért, kicsit. Én nem vagyok annyira meglepve, mint amennyire ezek szerint szerkesztő úr. Nem, meglepve nem vagyok. Én dühös vagyok, az nagy különbség. Tudtam, csak... Akkor átfogalmazom, én még csak dühös sem vagyok, emiatt én tulajdonképpen erre számítottam már. Illetve még csak azt sem kell mondanom, hogy erre számítottam már, hiszen ez úgy benne van a levegőben, és hát ez most elég képzavarosnak fog tűnni, azt mondom, hogy mondjuk 100-150 éve, mert azért a levegő változik sokat. De az a megközelítés, hogy az éppen aktuálisan hatalmon lévő csoport vagy közeg érdeke az egy érdekével, mert az a nemzet, aki éppen hatalmon van, és aki nincs hatalmon, az nem része a nemzetnek, ez ugye nem 2002-ben fogalmazódott meg először, hogy ugye a nemzet nem lehet ellenzékben, és megint kell egy ilyen csúnya angol kifejezést ide idézve, disclaimert bemondanom, hogy ez nem arról szól ez a gondolat, hogy a Transparency International Magyarország a pártpolitikába beavatkozna, vagy lenne pártpolitikai állásfoglalása. Ha ez a gondolat arról szólna, akkor mondjuk nem is tudom, Tisza Kálmánnak a bihari pontok szegreakasztása környékén és a Deák párt feladása pillanatában már beavatkoztunk volna a pártpolitikába. Tehát ez egy magyar történeti hagyomány, én erre akartam utalni, hogy aki hatalmon van, legyen az éppen a rendi nemesi nemzet, vagy az úgynevezett megválasztott kormány, az a nemzet egésze. Addig lát a hatalmon levő, ameddig az ő érdekkörének a szélei terjednek, ami azon túl van, legyen az ellenzék, vagy másik társadalmi csoport, vagy ami, ha már monarchiabeli párhuzamot hoztam, akkor ugye nemzetiségek, az nincs benne a nemzetben. És hát persze, ha innen nézzük, innen hallgatjuk Lánci Andrásnak a már másodszor elmondott, tehát ismétlődően megfogalmazódó gondolatát, akkor ez ebben a világképben nagyon is összefogott és összeszedett. Ettől még ez egy áporodott, visszataszító, hogy nem mondjam, undorító gondolat, hogy ugye a közjavára rendelt pénzből egyeseket kivételesen, szabálytalanul, mindenféle előírás áthágva vagyonossá tenni, meggazdagítani, állami pénzeket szétosztani, az bármiféle nemzeti érdeket szolgálna, de tény, hogy Magyarországon ez egy ismétlődő minta, ami rendszereken és korokon átívelő módon megtörténik, előfordul, ez egyfajta program, hogy itt közpénzből, nemzeti vagyonból próbálnak társadalmi osztályokat megteremteni, meg megerősíteni. Hát kérem, aki ezzel úgy gondolja, hogy egyet lehet, vagy kell érteni, akár legyen ez Lánci professzor. Én szeretném, ha megmutatni azokat a korszakokat, amikor ez fenntarthatóan sikeres volt. Ugye nekem ez a bajom egyébként, hogy az, hogy azt mondja, aki épp kedvezményezettje ennek az állításnak, azt megértem. De hogy a másik oldalnak egy jelentős része azt mondja, hogy aha, hát ez bizony így van, na azt nem értem meg igazából, hogy neki nem jut belőle egy fillér se. Nem biztos, hogy mindenki ehhez kimondottan csak pénzügyi, filléres, forintos alapon kapcsolódik. Tehát nem szabad elvitatni azt a jogát senkinek, hogy valamely politikai vagy társadalmi megoldással, ideológiai vagy egyéb megfontolásokból egyetértsen, és nem kell nekünk abban sem állást foglalni, hogy ez az egyetértés belülről fakadó meggyőződésnek a következménye, vagy társutas magatartásnak, a lojalitás megfogalmazásnak a megnyilvánulása lenne. De saját előző gondolatomat befejezve, igazából ez a fajta állami javakból történő kapitalizmus meg társadalmi rend
társadalmi osztályteremtés, most is ugye van egy ilyen nemzeti maszlak hozzá, hogy tőkés osztályt meg új tulajdonos réteget hozunk létre. Nemzeti burzsázia. Ez mindig csődben jutott. Tehát ez csődben jutott 1918 vagy 14 előtt is, a két világháború között is, és a Kádár rendszerben is. Tehát az állami javaknak a célzott újraelosztásával létrehozott modernizáció vagy versenyképesség, bárminek is gondolják ezt, ez még jóra Magyarországon nem vezetett. És semmi ok arra, hogy azt feltételezzük, hogy majd most ez meg fog változni, ez a trend. És egyébként a régebbi kísérletek során is azért volt ilyen feketepákós, jaktozós, cseresznyepálinkás, kokainozós bulik. Tehát, hogy is mondjam, a túllendülés az minden esetben megtörténik, amikor az ember felkészületlenül, kulturálisan egy kicsit leárnyékolva egyszer csak meggazdagszik? Ha megnéznénk a 100 évvel vagy 120 évvel ezelőtti sajtót, parlamenti tudósításokat, mint amilyen olvassunk, Mikszátos Jókait vagy Adit, akkor tulajdonképpen, ha a nyelvezet különbözőségétől, tehát az arhaizáló nyelvezettől eltekintünk, és kitakarjuk a személyneveket, meg a dátumokat, akkor egy az egyben rá lehetne fektetni a 120-130 évvel ezelőtti szövegeket, a mai parlamenti szövegekre. Még egy kicsit cizelláltabbak is voltak az akkoriak, de a nagy eleink, vagy ma már nagynak gondolt eleink, akkor is rendkívül kiszerűen tudtak viselkedni, ha a pénz közelébe kerültek. És természetesen az állami pénzek szétosztásával létrehozott jó mód és gazdagodás akkor is a nemzet érdekének volt eladva. Ugye most is a nemzet érdekében áll az, hogy meghatározott magyar polgárok úgy viselkedhessenek, mintha ők önerőből, öngondoskodásból, öntehetségből hatalmas lépésekkel vágtatnának előre a meggazdagodás és a jó szerencse útján, ami persze nem így van, tehát hogyha a Mészáros Lőrinc, Szíj László, nem tudom, Garancsi István személyéhez köthető cégcsoportokból kivonjuk az állami megrendeléseket, akkor ezek a cégek nem versenyképesek. Yeah. És rövid távon, közvetlen tapasztalatként is mutatja ennek a modellnek és megoldásnak a csődjét az, ami Simicska Lajossal történt. Ugye 2015-ig, ma már egyébként viszonylag szerény méretekben, ő is nagyon gazdagodott, persze, ami azóta történik, például Mészáros Lőrinccel, az léptékeiben nagyobb gazdagodás, de 2015-ig a közgép nyert minden. És ha ez tényleg egy ilyen inkubáció lett volna, hogy akkor a védett nemzeti piacon meggazdagítjuk a nemzeti tőkést, és most szándékosan ismétlem a nemzeti jelzőt, aztán majd elengedjük a kezét, amikor elég nagy lesz, erős lesz, izmos lesz, kimegy a nemzetközi piacokra, és kenterbe veri a konkurenciát. Hát ez ugye a közgépnél nem valósult meg, tehát kiderült róluk, izmosodott, aztán elomlott. Kiderült róluk, hogy soros ügynökök, ugye hát ezt senki sem gondolta volna előre, meg is lepte ez. Igen, minden. Én, ahogy olvasom tovább a történetet, igenis ennek az egyik nem okozója, de elősegítője a középosztály hiánya. Tehát nincs meg az a stabil réteg, aki nem ugrik rá hirtelen, tehát nem annyira éhes, hogy azonnal akkor, ahogy említettem, jakt és kokain, tehát nincs honnan fel lemozogni. Igazából itt annyira kettészakadt a társadalom, hogy vannak a csórók, meg vannak ezek az extrém gazdagok, és ez azért elősegíti ezt, egyrészt ez segíti elő, ugye, másrészt, ahogy itt olvasom, a radikalizálódást, tehát, hogy ez egyetlen nem jó, de középosztályt csinálni, na, az nehezebb, mint egy ilyen burzsóáziát. Hát, bár tudnék ebben alkotólag állást foglalni, mert én ehhez nem értek, nem lévén társadalomkutató és szociológus, benyomásaim meg olvasmányélményeim meg elképzeléseim természetesen vannak arról, hogy Magyarországon miért és milyen mértékben hiányzik az, ami szituájának lehet nevezni, tehát hogy tényleg ez egyfajta fogyatékos társadalom, és én szeretem, és talán túlzottan ki is használom a történeti párhuzamokat, tehát most megint vissza lehetne menni jó messzire, hogy itt a nemességnek túl nagy volt a szerepe, meg a jobbátságot túl hosszú ideig elnyomták, de igazából ezek egy ponton túl önfelmentő érvelésé válnak. Tehát, hogy
hogy ugye nem tehetünk arról, hogy most itt nagy a korrupció, hiszen nincsen középosztály, mert nekünk elvették az államiságunkat, mert Mohács és a Habsburgok és a törökök, szóval ezek nem lennének igazán helytálló párhuzamok. A helyzet az, hogy nem kell társadalmi osztályokat közpénzen teremteni vagy megerősíteni. Békén kell hagyni a gazdasági szereplőket, békén kell hagyni a társadalmat. Ez a fajta csak azért is boldoggá teszlek, csak azért is létrehozom a középosztályt, neki rugaszkodás, még akkor is káros, ha őszinte, persze, amit 2010 óta látunk, abban sok minden van, csak őszinteség nincsen. Tehát amit létrehoznak, az nem nemzeti, nem tőkés, és nem osztály, az csak néhány politikai vállalkozó, aki az aktuális széliránytól, széljárástól függően a politikai súlyának, a helyi értékének megfelelően képes gazdagodni, de nem saját jogon és nem saját tehetségből. Egy őszinte ember van, Lánci András. De hogy igen, csak ez, én, mint anarcho-liberális, nyilván osztom ezt, hogy békén kell hagyni az embereket, amennyire lehet, és hogy a gazdaságot is. Na de abban a pillanatban, hogyha ezt megtesszük, ugye, ahogy az én alapelveim egy szerint egyébként régebben így gondoltam, meg kell tenni, akkor az fog történni, hogy már pedig akkor más üdítőital nem lesz, mert jön a valamelyik óriás üdítőital, és megeszi. Tehát, hogy is mondjam, ha nem nyúlunk bele semmilyen szinten a gazdaságba, akkor ott meg tényleg ez a nagyobb hal, az ugye felzabálja kisebb okot, semmi kontroll nem lesz. Tehát igazából ennek a mértéke, ami engem érdekel, mindig is érdekelt, hogy mennyire kell nekünk megvédeni a mi kis izénket, a kis fröccsöntünket, a nagy nemzetközi fröccsöntőktől. Hát sajnos úgy látszik, én magamat ma ebben a beszélgetésben számomra vékony jégre navigáltam, mert én nem tudok igazán hitelesen és tudással felvértező abban állásfoglalni, hogy mi lenne a hiteles és helyes a közgazdaság elmélete és gyakorlata által egyaránt elfogadott, illetve visszaigazolt megoldás, hogy hol van az állami beavatkozás határának, terjedelmének az a mértéke, hol a beavatkozásnak az a szintje, ami még elfogadható és nem káros. Igen. Természetesen minden ország és minden kormány saját nemzeti gazdaságpolitikát akar folytatni, és a saját társadalmát akarja megvédeni. Amikor azt mondom, hogy gazdaság, hogy békén kell adni a gazdaságot meg a társadalmat, nem arra gondoltam, hogy ezt a teljes laissez-faire modellt kellene bevezetni, hogy akkor mert a klasszikus liberalizmus... Igen, amúgy, én régebben erre gondoltam. Nem működnék, de az sem működik, hogy akkor állami pénzen lábra állítok egy új társadalmi osztályt, amelyik majd aztán középpolgárságként és középosztályként fog viselkedni. Ez semmiképpen nem fog működni. Ha megnézzük azt, hogy mert ez a kulcs kérdés itt, hogy az Európai Unióból érkező támogatásokkal mi történik, hiszen ugye akárhogy is nézzünk Magyarországon, igenis zajlik az elmúlt 30 évben egy nagyon komoly gazdasági társadalmi átrendeződés, és ez nem 2010-ben kezdődött, amikor ugye politikai vagy ideológiai szempontok mentén ezt megváltoztatták, vagy felgyorsították, hanem ugye az Európai Unió, az Euróatlanti integráció, és ennek a folyamatnak az Európai Unió meg a nettó befizető országok adófizetői által megtámogatott folyamata, tehát az, hogy Magyarországra kb. 9-10 ezer milliárd forint értékű uniós támogatás, mint forrás érkezett az elmúlt mondjuk úgy évtizedben, ez igenis történeti példákat is idevéve páratlan. Ez a mi pénzünk csak visszakapott. Most valaki megfinanszírozza, és úgy néz ki, hogy egyik politikai rendszer sem volt képes ezt igazán hatékonyan kihasználni. Ezek a támogatások, ezek a pénzek nem teremtettek fenntartható, befogadó, tartós, növekedési pályát eredményező gazdasági modellváltást. Tehát ezek a pénzek elherdálódtak, térkővé alakultak. Nem lett belőle innováció és versenyképesség. Ez a fő probléma. Ez ijesztő egyébként, azért borzasztóan ijesztő, mert ha még nem is mindből térkő lett, ami azért szerintem egy jelentős részéből térkő és Szent István szobor, de hogy ami még tényleg bekerült a gazdaságba, az sem úgy, valóban, tehát innováció nélkül tényleg összeszerelő üzem leszünk, miközben erre az oktatási átalakítás is, mintha erre játszana, tehát ez a korhatár leengedése, ez a fajta egészen furcsa átstruktúrálódás, hogy valaki a gazdaság egyik szereplője mondja meg, hogy milyen egyetemi szakok legyenek, hogy mert ő azt
hiszi, hogy majd tudja, hogy 8 év múlva mire lesz szükség. Ezek ilyen ijesztő fordulatok, de azt azért szeretném hozzátenni, hogy mi ezt nem kaptuk, ezt a pénzt, ez a miénk, ezt visszakaptuk. Tehát ez fontos különbség. Azért ez nem úgy van, hogy hello. Ja. Akkor is, ha visszakaptuk, akkor is rosszul használtuk, tehát az ember a visszakapott kölcsönt, vagy a visszakapott ajándékot sem kell, hogy rögtön elégesse a kandallóban. Hát nyilván az most már nagyon leegyszerűsítő párhuzam lenne, hogy a fejlesztési pénzek, támogatások felhasználása az most a halat vagy háló dilemmában hol dől el, de ugye, például a kokért Surányi György valószínűleg Hangyányit jobban ért ehhez, mint én, óriás Hangyányit, és ő fogalmazta meg nem egy alkalommal azt, hogy a vállalkozásokra közvetlenül ráöntött ingyenes támogatás az nem hatékony. Az nem fog versenyképességre, innovációra, újításra serkenteni. A Transparency International a legutóbbi korrupcióérzékelési index nyilvánosságra hozatalakor idén évelején januárban egy az előző évre 2020-ra visszamenő áttekintő korrupciós jelentést is készített, és ebben a jelentésnek az egyik része az kimondottan a gazdaság és a korrupció összefüggéseivel foglalkozott. Forrásként használtunk egy olyan tanulmányt is, amit a kormány rendelt meg a 2014-20-as periódus gazdaságfejlesztési forrásainak a hatékonyságát mérendő, és a kormány számára készült tanulmány is azt mutatta, ki, hogy ezek a beruházások ezek nem térültek meg, tehát nem teremtették meg azt a fejlesztési előnyt, azt a növekedési tartalékot nem hozták létre, ami ezt az egészet tartósá és fenntarthatóvá teszi. Magyarország hiába ömlött ide, akárki akárhogy nézi a külföld pénz, lehet, hogy visszakaptuk, egyesek így gondolják, lelkünk rajta, de akárhányszor vizsgáljuk meg, mindig az Európai Uniónak azon országai között helyezkedik el, ahol a korrupciós kitettség az súlyos, tehát a szakértők és a befektetők úgy gondolják, hogy a kormányunknak a korrupcióval szembeni ellenálló képessége az gyenge, és emellett a jövedelemtermelő képesség, tehát az egyfőre jutó nemzeti jövedelem, az meg alacsony, tehát mi ebbe a rossz sarokba szorultunk bele az Európai Unióban, ahol a gyenge versenyképességű, viszonylag szegényebb, fejlett országokon belül viszonylag szegényebb, viszont súlyos korrupciós problémákkal küzdő országok helyezkednek el, mint Románia, Bulgária, Magyarország egyébként részben, Horvátország is, tehát hogy mi uniós viszonylatban a leszakadók, a sereghajtók között vagyunk, szemben mondjuk a skandináv országokkal, a magországokkal, amelyek sikeresen megküzdenek a korrupciós kihívásokkal, és az egyfőre jutó GDP, tehát az ország gazdasága és gazdagsága is jó eredményeket mutat. Hát na de könyörgöm, hogyha ezt az uniós pénzeket a kormány a prezinek adja, akkor elvárhatta volna tőle, hogy viszonylag támogatják minden fórumon, hogy hatalomban maradjon? Nem. Hát nyilván olyanoknak kell adni, akiknek ez egyetlen lehetőség, meg különben a nagyáruházba kéne gondolat feltölteniük. Tehát ez a köztévénél látszik a legjobban. Azok az emberek lehetőséget kaptak, hogy egy ilyen kamerába beszéljenek. Hát ez egy csoda. Hát ők egyébként önerőből sose jutottak volna oda, hisz hát retardáltak. Ez egy természetes folyamat, egy furcsa kiválasztódási folyamat, hogy olyanoknak adjuk a pénzt, akik aztán tudják ám, hogy minek köszönhetik a jövőt. A prezi nyilván nem tudta volna, azt mondták, hogy kösz, hát ja, jó, hogy jött. És akkor csinálják tovább a dolgukat. Szerkesztő úr, én nagyon szívesen érszerűtnék ezekkel, magam is szeretem az ilyen típusú megfogalmazásokat, csak ez annál sokkal szomorúbb most számomra, mint hogy ezen csak érszerűdjek. Én azt hiszem, ha a prezi kapta volna, bár nem akarok a helyettük és a nevükben annál foglalni, de valószínűleg ők nem kérték volna, tehát hogy a vállalkozásnak pontosan az a lényeg, hogy nem az állami támogatásért versenyez. Igen, de van olyan kezdeti, tehát ilyen inkubátorban lévő, aki azt mondja, hogy van egy rohadt jó ötletem, be akarok robbanni, és azt mondjuk rá, hogy igen, ennyi hiányzik, tessék, csináld, és megcsinálja, mert nagyon jó az ötlet. És, ja. Igen, ez rendben lehet, de az a politika, az a pénzelosztási, támogatáselosztási politika, ami Magyarországon megvalósul, és ez az, amit a Transparency International Magyarország a közpénzek átcsoportosításával végrehajtott rendszer szintű korrupció megnyilvánulásának tekint, míg mondjuk a rendszer apologétái és ideológiai támogatói, mint Lánci András, meg a rendszer nemzeti lényegének tekintenek, hogy ez olyan magatartást eredményez a gazdaságban és a társadalomban, hogy nem a
tudás megszerzés, a rátermettség javítása, a versenyelőny megszerzése a cél, hanem az állami kegyek, az állami támogatások keresése. Nekem egy másik példám van erre, a felcsúti futballbirodalom, vagy egyáltalán az egész látványsport támogatási rendszer, ami nagyjából 800 milliárd forintot szippantott ki a társasági adóbevételből. 2011 és 2019 között, mondjuk 10 év alatt ennyi pénz nem folyt be a társaság nyereségadóból az államkasszába. És ehhez képest a magyar futball nem jutott előrébb. Biztos most vertük meg Andorát. A hatására most azonnal kaszát kapát ragadt, hogy engem feldaraboljon majd utána, ami maradt belőlem, keresztre feszítsen. De hát tessék megnézni, hogy ennyi pénzből mennyivel jutott előrébb az élsport, a látványsportokon belül a csúcs teljesítmény, miközben felcsútra egymagában 35 milliárd forint jutott, és akkor megint egy diszklémer, hogy csúnyán fogalmazzak, nem a sporttámogatással van bajunk, örülünk annak, hogyha sok pénz megy a sportba, boldogok vagyunk attól, hogyha az utánpótlás, meg a gyermeksport, meg a tömegsport infrastruktúra és lehetőségei fejlődnek, de ami ezen a címen megtörtént, annak a nem elhanyagolható mértéke átláthatatlanul és a közpénzek kiszivattyúzásával megvalósított nettó korrupció volt. Igen, csak a nettó korrupció nekünk nemzeti sajátosságunk, úgyhogy el a kezekkel. Mi tudjuk, hogy kell értelmezni a jogállamot, nem úgy, ahogy ezek, stb. Nekem a kedvencem most amit már idéztem, a Krusovszki Dénes Balmazújvárosról írt hosszú riportja a mostani Magyar Narancsban, ahol elhangzik az a helyi, a térségi fideszes képviselőtől, az ellenzéki polgármester felé, hogy legalább tanulnának meg már kérni. És hogy ez a lényege. Tehát ez a mondom, hogy gyűrögetjük a kalapunkat a kezünkbe, kicsit lehajtott fejjel, hogy tessék már idadni, és akkor adnak ám. De hát ez, mondom, ez a rendszer lényege, sajátos módon a végére értünk ennek a egyébként nagyon szórakoztató beszélgetésnek, pedig azért a veszélyparipám nekem is az alcsúti. De azt szeretném mondani, hogy 4-1-re megvertük Andorrát, miközben nemrég kikaptunk tőlük. Tehát a fejlődés tagadhatatlan. Nem tudom, mindig jó, hogyha valami pozitív végszóban lehet egy ilyen beszélgetést befejezni, mert annyira adta volna magát az a pessimista gondolat tőlem, hogy 30 éve ugye, akik a harmadik köztársaság alapító atyai voltak, azt gondolták, hogy pontosan ezt a körömrágós, toporgós, személyközi, nábobos kéretőzést lehetne felszámolni az intézmények megreformálása, igen, a jogállam és a demokrácia megerősítése útján, és hát úgy néz ki, hogy most éppen roham tempóban haladunk, de átlépés irányban, pontosan vissza a személyközi viszonyok világába, ahol nem az intézmények, hanem az egyéni helyi értékek és érdekkijáró képességek döntenek. Ez annak a vége, Ez van annak az útnak a végén, amin Magyarország most halad, és ezt az utat elég erősen korrupcióval és visszaérésekkel kövezték ki. Pontosan, de legalább nem gondolkozunk azon tovább, hogy meg lehetne javítani, ezt nem, el kell menni. És van még egy jó hírem, feltámadás, nem sokára. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Ebben már végképp nem szeretnék állásfoglalni, nehogy valaki úgy érezze, hogy a Transparency International Magyarország másoknak a meggyőződését akarja sérteni. Semmiképpen. Minden esetre mindenki vigyázzon magára, mert veszélyes idők vannak egészségügyileg. Minden jót. Viszhal, minden jót. Köszönöm, viszont hallásra.